Az elmúlt két hétvégén már csobbanhattak a nyíregyházi fürdők medencéjében a strandolók. Az időjárás kegyes volt, és a fürdőkomplexum bármelyik részén kikapcsolódhattak a vendégek. A minőségi szolgáltatásra szóló védjegyet, az 5 csillagot, a park, az élmény és a gyógyászati részleg is kiérdemelte. Az 5 csillag még több vendéget hozhat a fürdőnek, ahová eddig is szép számban érkeztek látogatók, mondta el nemrég 35 perc című műsorunkban Podlovics Roland vezérigazgató. Azért itt egy 10 hektáros ősparkról beszélünk. Hogy is fogalmazzak, hogy csak az öltöző kapacitásunkat a strandfürdőben 6000 öltöző kapacitás van, ez szekrényt jelent, illetőleg váfás vegyesen. Az élményfürdőben közel 1000 öltöző kapacitásunk volt, tehát ez a minimális létszám, ez egy idejűben tartózkodással. Nyilvánvalóan azért a fürdőzőknek van, akik korábban érkeznek reggel már nyitáskor, és hát délután felé ők már elhagyják. Én azt mondom, hogy egy napi forgalomban azért a 8-9000 fő megfordulhat Nyíregyházán az élmény és strand sparfürdőben. Mennyit várunk, mi az a szám, amivel elégedettek lennénk? 2012-ben volt nagyon jó nyári időnk, és akkor közel 250 ezer vendéget fogadtunk június, július, augusztusban. Én mindig azt mondom, hogy a 12-es számunkkal abszolút elégedettek lennénk bármelyikében. A fejlesztéseket úgy építették ki, hogy a 3 fürdő kiszolgálja a wellness és gyógyturizmust, a családok pedig akár egy egész hetet is meg tudnak tölteni változatos programokkal a Sóstón. Az állatpark, a múzeumfalu közelsége és programjaik is segítik a tartalmas időtöltést. A gyógyfürdők idén is megrendezik szokásos programjaikat, a Sóstófesztet a Tófürdőn, de lesz országos strandfoci bajnokság és modellvitorlás verseny is a csónakázó tavon. Hamarosan elindulhat a szállodaépítés is Sóstón. A 122 szobás 4 csillagos szállodát összeépítik a fürdővel.